Sziasztok! Ismét eljött ez az idő is, hogy édesapám lehozta Kisdunára a kis horgászladikját. Itt van öcsém is, édesapám is, és éppen kötik a kötelet a ladikra, amivel majd tudjuk neki tartani. És mindjárt be lesz engedve teljes mértékig a ladik a Kisdunába, és oda a parkírozó helyére lesz téve. Gyönyörű szép ponyva van rá csináltatva, Herbák István költöztetős, telefonszám, cím, minden elérhetőség rajta van. Gyönyörű szépen ki lett festve a csónak, fel lett újítva az üvegszálas hajó szerkezet is, az egész le lett festve, és a szélét is lefestette szép mahagónira édesapám, sőt még a ponyva is fel lett újítva, mert helyenként kicsit megkopott, és meg lett csinálva. Fogom, édesapám. Bemegyek, és a kicsiket kérem. Na, apunak nagyon jó a egyensúlyozó érzéke. Simán bement. Láthatjátok, most jobban le tudom videózni, mert itt van öcsém is, és ő is segít. Szóval kicsit hosszabb volumenű videó lesz, mint a előző. Most rakja be a pallókat, mert az alján vannak ilyen fapallók. Ügyes vagy, nem esel be. Láthatjátok, hogy a merevítőkre kerülnek ezek a pallók. És pont jól adod, ma az a hátulja. Így? Aha. Jó, jól adtad. Vigyázz, vigyázz! Szép lett volna levideózó, hogy beesek. Az szép lett volna. De az a széle? Igen, a túloldal. Pont rossz oldalra rakod. Hát, édesapámnak ez a hobbija, hogy horgászik. És egy jó 10 éve sikerült neki ezt a csónakot beszereznie, de van neki egy másik is, azzal a Nagy Dunára jár horgászni. Fordítva van? Basszus! Látjátok, hogy nem egyszerű melódia behelyezni a pallókat sem, mert rég volt kiszedve, ősszel lett kiszedve a csónak, azóta otthon pihent, felújításokat végzett rajta, és akkor most így március 18-ával hoztuk le ismét a Dunára, és itt lesz lent egészen őszig. Na, ez egyből jó, jól sikerült berakni, a másikkal volt egy kis malőr, de most már kész van a palló, az alja. Evező csákja, szák. Kijön, fordítva fogtad meg, öcsém. Az egy pecobot. Az egy kis úszós. Kinek? Vikié. Közben megy az evezés is itt. Gyönyörű szép amúgy az a rész. Itt van a M0-as híd mellettünk.
Ez így jó. Kicsit zajos, de amúgy a nádas gyönyörű szép. És lassan zöld ellenek a fák, a bokrok. Gyönyörű szép újra, életre kel a természet. Gyönyörű szép lesz. Mennek a motorosok, mint az állat. Jó időre ők is előjöttek. Meg rengeteg sok bringás jár erre. Azt vettem észre. És nézzétek, a fűszfa már zöld. Ez már jó jel, hogy kezd éledezni a természet. Jön a tavasz. Vagy itt van már. Engedjelek el? Már engedjük kaput. Lehet egy kicsit meg. Na és útra kell. És újra vizen van a ladik. Ha ezt várta apu, hogy lehozzuk. Mai nap folyamán hamarabb végeztünk a munkával, és úgy gondolta, hogy hozzuk le, telepítsük le ezt a jó kis ladikot. Legyen már lent a Dunán, hogyha úgy van ideje, akkor tudjon menni peccőzni. Látjátok, hogy ott is vannak horgászok. Csak az fém ladik, alumínium valószínű. Apunak is van egy olyan is. Ott van a fém szerkezet, azt tartja a ponyvát, és ott van az a zöld a ponyva. Ezt át kell rakunk ezt, nem? Igen, át kell. Ja, meg kéne fogni a kötelet megint. Kurva anyját, hogy rávert az izére. Tessék, ja, rámentél a fára. Rajta van a hátulja. És át kell hurkolni ezen, át kell hurkolni a másikat. Hurkold át. Így bele? Igen. És ez így jön be. Jó. Vagy többet kell rátekerni apu a fára? Hát, hogy hármat. Jó. Akkor át kell tekerni még a fára. Majd akkor kell, amikor beraktam már a ponyvát. Jó, jó. Akkor majd megoldod. Most nagyon fönn van a Duna, és alig látszik ki itt a fa, ami ez. Hozzá szokta rögzíteni apu a csónakot. Ott hátul is lelakatolja a csónakot, meg itt elől is a fához hozzá láncolja a csónakot. Tudja, mi ziher két helyen megköti. Csak az a baj, hogy magas a víz és rámegy a fára. Mert itt vannak gumiabroncsok is, csak éppen hogy kilátszik. Itt van egy ilyen fa szerkezet. És ott van egy acélcső leütve. Rajta egy gumi, hogy a ponyva ne sérüljön meg, meg a csónaknak az oldala se. És a drótsodrony is be van szigetelve, hogy ne koptassa ki a ponyvának a anyagát. Volt azzal is baj, hogy ahogy hullámzott a Duna, a drótsodrony kikoptatta a ponyvának az oldalát, a szélét. Ja, igen, pont fordítva vannak lerakva. Na most helyezi be a édesapám a ponyba tartó fémeket. Ezt is ő csinálta otthon, maga. Ponyvát is adjuk be? Ponyvát. Na és most kezdi el felhelyezni a ponyvát is, apu, mert ahogy bekerül egy újabb ilyen fémelem, itt vannak lerakva.
úgy görgeti rajta a ponyvát is. Így szakaszosan fedi be a csónakot. Lakatolja le a csónakot. És már rögzítve van. És akkor jöhet a következő elem. És akkor görgeti tovább a ponyvát rajta. És láthatjátok, hogy feliratozva is van a ponyva, rajta van édesapámnak a elérhetősége, a címünk is, és hogy Herbák István költöztetéssel foglalkozik. Reklám helye. Bekerült az utolsó tartószerkezet, és végigértve a ponyvával. Utolsó mozzanatok, le kell fűzni a csónaknak az orrát. Ott van a felirat rajta, amit mondtam. Nagyon passzentos a ponyva. Átfűzöd a gumin? Na, ne úgy le. Hát a gondokon meg a belemmel tudod látni. Thank you.
Na és le is lett láncolva. Csónak elkészült, vízre lett rakva, apunak a horgászladikja. Na hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem tetszett. És tudjátok, ha költöztetés, akkor Herbák István is fia. De mondhatjátok, hogy fiai, mert mind a ketten itt vagyunk. Apuval nyomjuk az ipart. Ő a régi autó, de nagyon szeretjük. Láthatjátok, vele hoztuk le a csónakot. Tartsatok velem egy következő videóban is. Sziasztok!